Ritkaság akadt a ludasi madárgyűrűző tábor résztvevőinek hálójára. A törpe vízicsibe rejtőzködő madár, általában a hangja alapján tudják beazonosítani a szakértők. Az apró madarat a megfigyelés óta nem látták a ludasi tó partján, mondja Szekeres Ottó. A Ripária Természetbarátok Egyesületének madárszakértője szerint Ludason ideálisak a körülmények a törpe vízicsibe számára. Olyan madárról van szó, amely viszonylag kistermetű nádasokban, gyékenyesek, sásokban lakik, vagy ez az élőhelye, és ott viszonylag rejtett életmódot folytat. Emiatt nagyon ritkán kerül szem elé, és az azonosítás az általában csak a hangja alapján szokott megtörténni, nekünk pedig egy olyan szerencsénk volt, hogy a madarász hálóba beakadt egy példánya. A nyári időszakban a madarak elegendő eleséget találnak, így ilyenkor nem szükséges etetni őket a ház körül. A meleg napokon azonban az ivóvíz életmentő lehet számukra. A madaraknak is természetesen ilyenkor szükségük van ivóvízre, fürdővízre, és hogyha ilyenben tudjuk segíteni az ő életüket, azt nagyon megköszönik és hálásak lesznek, odaszoknak bizonyos kis kertekbe, akár az ablak alatt is ki tudunk tenni egy kis sekély vízű tálat, ahol fürdeni, inni tudnak a madaraink. A Ripária a nyári időszakban madárgyűrűző táborokat szervez. Ősszel a vándormadarak vonulását kísérik figyelemmel. Edukatív programok által hívják fel a figyelmet a természetvédelem fontosságára.